Még 2017-ben indult egy sorozat a csatornámon, Paródia Gameplay címmel. Ebben a sorozatban lényegében a webfordító hangját használva adtam hangot a gameplay videóimnak, mivel a saját hangomat még nem mertem felvállalni ehhez. Néhány videó után, 2017. január 23-án készítettem egy videót egy játékról, amiről még akkor nem is tudtam, hogy mennyire domináns tartalom lesz a csatornámon évekre a jövőben. Viszont még mielőtt tovább mennénk, szerintem érdemes lenne felidézni, hogy nekem mégis hogyan került a radarom alá ez a játék. Még 2016-ban figyeltem fel a játékra. Bizonyára sok youtuber játszott már vele akkor is, szóval biztos vagyok benne, hogy onnan láttam, viszont pontosan, hogy kitől már nem emlékszem. Viszont érdekessé vált számomra a játék, és nem fogjátok elhinni, hogy miért is pontosan. A kamera rendszere miatt. A legjobban a játékban az fogott meg, hogy kattingatni lehet a kamerák között, és hogy ez milyen jó. Ezt bővebben nem kommentálnám. Első nekifutásra telefonos portokkal játszottam, csak hát mivel az akkori telefonomon a naptár is alig futott, kénytelen voltam valami böngésző sztutyokkal játszani, ami minden volt, csak nem az eredeti játék. Majd rávettem magam, és 2016. november 3-án megvettem magamnak az első játékot. Eleinte nem igazán mertem vele játszani, mert hát beszari kölyök voltam. Életemben nem játszottam horrorral azelőtt, sőt tipikusan az a felhasználó voltam, aki egy horror játék videó alatt a kommentek között bujkálva kereste a jumpscare listákat. Szóval alig ha mertem játszani a játékkal, viszont amikor már elindult a Paródia gameplay sorozatom, úgy voltam vele, hogy muszáj valamilyen formában megjelenítem a játékot a sorozatban. A Paródia gameplay sorozatomból kihagyhatatlannak érzem a horror műfajt. Szóval üdvözlök mindenkit, ez itt a Five Nights at Freddy's, ezt a játékot nemrég vettem meg, és már kijátszottam az első éjszakát is. Ezzel a mondattal indult a Paródia Gameplay Five Nights at Freddy's sorozat. Szóval ebben a videóban összefoglaljuk nektek, hogy hogyan készült ez a sorozat, a legelejétől az utolsó részig. Mint azt tudjátok, a sorozat legvégére már egész sokan vettek részt a megvalósításában a projektnek, viszont belegondolni is furcsa, hogy én ezt annó egyes egyedül kezdtem, semmi nagyobb tervvel, mint hogy megjelenítsem a játékot a sorozatomban. Szóval most végigmegyünk az összes évadon, és mesélünk az egész mi voltjáról, hogy miként került megvalósításra a sorozat azon része. Szóval dőljetek hátra, popcornt a kézbe, ugyanis most az elmúlt 4 év történéseit fogjuk felebejteni a FNAF sorozat keretein belül. Az első rész megjelenésének előzményét már tudjátok. Talán ez volt az első Paródia gameplay epizód, aminek a kommentjeiben többen is kértek arra, hogy legyen folytatás. Persze ez azért is lehet, mert konkrétan felajánlottam, bár nem nagy reményekkel, a tapasztalataim miatt a játékot illetően. Nagyon béna voltam. Amúgy miért nem lehet ezeket egyszerűen bezárni egy szobába? Nem lenne egyszerűbb? Nem, de hogy is, inkább vegyünk fel egy alkalmazottat heti 120 dolláros fizetéssel. Tehát hogy az anyádban nézel ki megint egy szemétláda? Jaj, ne bassz. Inkább becsukom mindkét ajtót, mert bármelyik támadhat. Szóval a második rész májusban jelent meg. Ez volt egyébként az első videó, amiben megjelent az első introm, az Opia Fallingos remix zenével. Igaz, azt már utólag kiszerkesztettem a részből egyéb okok miatt, amit egyébként sajnálok is. Júliusban folytattam a sorozat harmadik részével. Ennek már egy előzetest is készítettem. Ebben a részben megemlítése került már a második évad is, ami az epizód megjelenése után a reakciók alapján zöld utat kapott. Most sokkal tapasztaltabb vagyok, ha nagyon szeretnétek, akkor majd csinálok egy második évadot, amelyben a második rész kerül végigjátszásra. Augusztus 28-án megjelent a negyedik része az első évadnak, ami a legsikeresebb epizód talán mindközül a mai napig is. Ennek a pontos okát magam sem tudom egyébként. Oh, wait, lehet, hogy tudom. Ebben az epizódban a saját hangom is hallható volt. Na jó, próbáljunk ki egy új dolgot. Most a saját hangommal fogok játszani. Na most, csirkezve, itt van Foxy, nézzük, semmi gond, Freddy-t kell fenntartani a színpadon. Bocsánat az esetleges nyelvtoszlásokért.
az első, hogy ilyet csinálok. Ismét egy olyan dolog, amit utólag bánok, és éppen ezért készültek el a remake verziói is az első évadnak, illetve a többi évadnak is. Amiben megpróbáltam úgy átszerkeszteni a részeket, hogy belepasszoljanak a történet szába, amit itt a második évad vége óta szövegetünk. A negyedik és ötödik rész között volt egy nagy kihagyás. Eredetileg azt hiszem októberben jelent volna meg az évadzáró, ami végül csúszott decemberre. Ennek oka lehetett, hogy a Custom Night, amit mindenképpen meg akartam csinálni, nem volt a legegyszerűbb. Viszont december sem valósult meg, és lett belőle február 23-a. Ez lényegében azért volt, mert ekkor költöztünk ki külföldre, és az ottani net szolgáltatónak egy kicseszett hónapba telt bekötni a netet. Ugye, ünnepek, aztán a kretén rossz címre ment ki, na mindegy, nem a legjobb időszakom volt, ez hozzá kell tenni, de megjelent az epizód. Tudom, mennyire vártatok erre, és sajnálom, hogy többet kellett várni rá. De egyébként érdekes fordulatként utólag még szerencse, hogy így alakult, mert Jenőnek a hangját adó botot még február elején találtam meg. Ha még 2017-ben jelent volna meg az utolsó rész, akkor abban nem szerepelt volna Jenő. Bár kétségen kívüli, hogy a második évadra bekerült volna mindenképp a sorozatba, hiszen új hang, új lehetőségek. Szóval az évad véget ért és készülöttem elő a második évadra. Illetve létrehoztam egy Facebook oldalt is a sorozathoz. A második évadot már nagyobb tervvel indítottam. Az alapkoncepciója az volt a dolognak, hogy Jenőnek egy nagyobb szerepet adnék. Viszont a játékkal volt egy nagy gond. Lényegében nem tudtam olyan jól kihasználni a helyzeteket, mint az első játékban. Ez inkább a játék design hibája, mivel ott van meg annyi kamerakép, és az első éjszakákon kívül nem is használják ki a játékosok azokat a kamerákat, hiszen mindig a puppetre kell figyelni. Emiatt a kameraszögektől teljesen elestem. Az első epizódban Fungi hangját lefordítottam. Erről kaptam egy javaslatot, hogy ahelyett, hogy lefordítanám ezt, fel is mondhatatnám ezt Jenővel, vagy egy másik szinkronszínésszel. Ekkor még ez az egész távol állt tőlem, mivel itt még teljesen egyedül dolgoztam a részeken. Egyébként ez a javaslat a későbbi társírótól jött, szóval róla mindjárt beszélek. Tehát az évad ment kisebb epizódszintű forgatókönyvekkel, amikben lényegében csak a Jenő József telefonos párbeszédek meg néhány poén volt felírva. Ami azt illeti, van egy kis gond. Aha, szóval, ami a gondot illeti, éppen vele szemezgetek. Egyébként ekkor tehát jött ki a Pizzeria Simulator is, ami mint tudjuk a sorozat befejező évadjának fő eleme lett. Szóval a harmadik rész után volt egy kis szünet nyáron, hogy átgondoljam, mit is akarok én ezzel a sorozattal. Már akkor is bennem volt a frusztráció amiatt, hogy az egész repetitív és sem erre sem halad. Szóval kitaláltam egy kis történetszálat, amivel fel tudom vezetni a következő évadot is már. Mi a retek, Jenő, fejezd már be, elegem van. Ne hallgatáljuk. Ne hallgatáljuk. Át akarnak tenni. Ne fogad el. Mi van? Komolyan letiltom a számát. Felmerült az ötlet, hogy dupla epizódos évad fináléval zárom le a második évadot. És itt már nagyjából a harmadik évadra is tervezgettem előre. Tudtam, hogy szeretnék felkérni valakit, aki vállalna egy szerepet a második évad végén, és a harmadik évadban is mint állandó szereplő jelen lenne. Nos, az első választásom valamiért egy olyan ember lett volna, akiről tudtam, hogy nem szereti a játékot, de valamiért ő jutott az eszembe. Végül valamiért mégsem őt kértem fel. Aztán logikusan jött a nyilvánvaló megoldás. Felkértem azt a személyt, aki elsősorban javasolta azt, hogy a fordítás helyett kérjek fel valakit a szövegek felmondására. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Mi a fenét akarhat még? Igen, miben segíthetek? Hallottam, közel a Freddy Fazbear céghez, ez ügyben keresem önt. Az már a múlté. Csak hallgasson meg. Egy horrorházat szeretnék nyitni a jövőben a Freddy Fazbear céggel kooperálva. Nagyjából minden megvan hozzá, csupán két dolog hiányzik, amiben az ön segítségét kérném. Nos, üdvözlök mindenkit, az én nevemet nevel, és én vagyok József HTP FNAF Parodia Gameplay sorozatában a menedzser, én adom a hangját neki, és én vagyok még a sorozat társírója is, és József, azaz Martin megkért, hogy beszéljek a saját tapasztalataimról, mi történt az én szemszögemből, hogyan tudnám összefoglalni az egészet, és mit tudnék hozzátenni így szóban az egész sorozathoz. Leginkább a háttérmunkálatokról picit beszélni, úgyhogy igazából most erről lesz szó. Még mielőtt jobban belemennék abba, hogy évadonként, amikor én elkezdtem dolgozgatni ebben, mik történtek, akkor elmondanám, hogy mégis hogyan kerültem ebbe az egészbe. Nos, jó páran tudhatjátok, hogy én Martint ismerem egy jó ideje. Úgy ismertem meg igazából, hogy nézője voltam, vagyok is persze, természetesen. És
a csatornáján elérhető volt, még szerintem még most is a Steam profilja. Felvettem ismerősnek, ő visszajelölt, és láttam, hogy Counter-Strike-ozik. Mondtam, megkérdezem, akkor becsatlakozhatok. Mondta persze, és azóta beszélünk folyamatosan. És hát én is videókat készítek gaming tematikában amúgy, és meg szoktok mutatni egymásnak a munkáinkat, és akkor megkérjük, hogy a másik mondjon, vagy formáljon róla véleményt, esetleg valami közös projektet is csinálunk kettőnk között, és igazából ez egy tök jó dolog, mert hogyha mondjuk egy másik ember tud véleményt formálni arról, amit te csinálsz, az remekül tud segíteni abban, hogy hogyan legyél jobb. És ugyanez volt a FNAF-nál is, tehát Martin mutatott részeket belőle, hogy mégis mi lesz ez, meg picit beszélt a munkálatokról, így az első két évad kapcsán, és így én meg tök jó volt, mert tudtam én is így picit segíteni, hogyha én másképp gondoltam valamit, vagy megfogadta azt a tanácsot, vagy nem, és én így követtem a sorozatot. Az első két évad a FNAF sorozatban az rendkívüli módon tetszett, szerintem tök jó volt a paródia vonal, és nagyon szórakoztató volt is hallani. Ugye a második évadban kezdtem én is érezni, hogy picit kezd laposodni ez a paródia vonal, leginkább azért, mert nagyon nehéz azokat a hangeffekteket megtalálni, mi illik is a szituációhoz, és újakat is találni. Tehát ez tényleg egy eszméletlen nehéz dolog, és aki mondjuk csinál ilyet, az rájön, hogy valóban ez rendkívül jól át kell gondolni, és nagyon sokat kell hozzá kutatni, jól összerakni mindent. Nem egyszerű, tényleg nem egyszerű egyáltalán. És ezzel kapcsolatban Martin valamikor a másik évad közepénél lehetett ez, rám írt Messengeren, hogy lenne itt valami, amiben segíthetnék. Konkrétan felkérem, mondom egy szöveget, ami szerepelne a másik évad végén. Már volt hintelgetés valamelyik újabb részben, amit pont láttam, hogy Jenő próbálja felhívni Józsefet, ugye a sorozatban, de Jenőt zavarják, és nem tud szólni, hogy vigyázzon magára, mert meg akarja keresni egy illegálisan dolgozó csoport, akik animatronikokkal akarnak foglalkozni, hogy beszervezik Józsefet. Belementem, megkaptam a szöveget, és szerintem ilyen pár percen belül el is mondtam, hogy tudtam. Ezután Martinnal beszélgettünk, hogy mit tervez a jövőben a sorozattal, vagy hogy hogyan akar ezt a történetet formálni. És elmondta a véleményemet, azt, hogy esetleg hogyan lehetne ezt tovább folytatni. És hát végül az jött ki a legvégén, hogy jó, oké, akkor megérjük a harmadik év a történetét közösen. Tehát tényleg így kaptam meg a menedzser szerepét és a társírói kört is, hát szerintem ember ilyen gyorsan még nem level-up-olódott egy ilyen projektben, mint én. Szóval az évad végén már így eldöntöttük, hogy akkor a harmadik évadot közösen fogjuk megcsinálni. Jónak tartottam, hogy már ketten dolgozunk ezen, hiszen ekkor már kezdtem túl soknak érezni egymagamnak ezt a sorozatot. Talán szükség is volt arra, hogy többen is dolgozzunk ezen. Sikerült elintéznem, hogy ne zavarják a hívást. Nagy gáz van. Fel fognak keresni egy helyről, amit a cégről mintáztak le, és horrorházat nyitnának. Már az elején se tűnt tisztának a dolog, mivel a pizzéria mindig is próbálta elmosni az incidenssel kapcsolatos ügyeket, és egy horrorház nyitása semmin nem segítene nekik ezzel kapcsolatban, még rontaná is a helyzetet. Kiderítettem, hogy semmi közük nincs a céghez. Arra is fényt derítettem nemrég, hogy a cégtől elloptak pár leselejtezett, régi üzemzavaros animatronikot. Nagy valószínű, hogy ezeket akarják kiállítani a horrorházban. Szerintem biztosra tudják, hogy mire képesek ezek a robotok. Igaz, nyíltan keresnek biztonsági őrt a helyre, de valószínűleg téged akarnak oda, hogy kordában tartsd a rémeket. Az utóbbi időben rengeteg mindent loptak a pizzériától, hogy minél hitelesebbnek tűnjön a hely. Nem szabad elvállalnod a munkát. Ha felkeres téged valaki a helytől, azonnal tedd le a telefont, és ne is vedd fel, ha tovább próbálkoznak. Megpróbálok minél több infót kideríteni ezekről, addig is te ne kelts nagy feltűnést, jobb, ha addig rejtve maradsz. A második évad nagy cliffhangerje az volt, hogy Jenő figyelmeztetni próbálta Józsefet arra, hogy a menedzser megkeresését ne fogadja el. Viszont ez a hívás nem ment át időben, így a harmadik évad úgy kezdődik, hogy József a Horror Parkban már munkába is állt a menedzser segítségével.
Talán amire érdemes kitérni, hogy miért is volt szükség erre a sztori vonalra. Ez inkább talán egy személyes meglátásom volt a sorozat problémáival kapcsolatban. Megértem, ha ezt megosztónak találjátok. Szóval a Paródia Gameplay FNAF sorozatom ugyanabban a hibába is gödörbe zuhant meglátásom szerint a második évadban, mint maga a sorozat. Repetitív, ugyanazok a jumpscare-ek. Az első évadnál még okés volt, hiszen tök új volt a dolog és még vicces is. A második évad közepénél, de már az elején is éreztem, hogy baszki, ugyanazt csinálom, csak már egy másik játékkal. Bár ezt a közönséget nem láttam, de én kezdtem nagyon elunni a sorozatot. A készítési folyamatát, az, hogy ki kellett tölteni a műsoridot ugyanazokkal a poénokkal, és ez a harmadik évadra már egy bizonyos tetőpontra ért. Figyelj, seggfej! Ez itt a mi te... Jaj, kár, hogy nem érdekel. Ha kimegyünk, mi lesz innen a mentő fog el. Még csak most gondolkoztam el azon, hogy milyen szar lehet bejönni dolgozni úgy, hogy semmi alvással az előző napról. Érted a világodat, nem tudod, de ezek még rátesznek egy lapáttal. Jaj, mi a tök? Kussolják el. Szerencsére volt ez a sztori vonal, aminek az alapjait lefektettük, tehát nem volt minden veszve. A szerkesztésnél már azon kaptam magam, hogy hamarabb vágtam meg a sztoris oldalát az epizódnak, mint a már megszokott gameplayt vicces bevágásokkal. Olyan érzésem volt, mintha az a rész csak már filler lett volna a történethez. Lenne pár dolog, amit jól lenne tudnod. Egy hét múlva fogjuk megnyitni a Horror Parkot, úgyhogy szeretnék, hogy minden tökéletesen működjön, és legfőképpen senki se halljon meg. Általában véve ugye brainstormingoztunk, minden esetben átgondoltuk, hogy akkor mi legyen. Ugye az alapunk az mindig a lore volt, az adott játék lore-ja, és esetleg ami kapcsolódik hozzá a következő játék lore vagy a mini játékok is, ezeket próbáltuk felhasználni, és nem nagyon akartunk eltérni ezektől, mert hát ekkoriban ugye nem nagyon volt más alapanyagunk, mint a gameplay. Tehát a gameplayen kívül más nem tudtunk felhasználni. Ez alapján elkezdtünk mondjuk megalkotni a beszélgetéseket, itt a harmadik évad esetén például én elkezdtem fordítani, és általában véve az elején én jobban meghúztam a munkálatokat. Az első három éjszakának a telefonbeszélgetéseit, azt lefordítottam angolról magyarra, mivel az eredeti terv az volt, hogy ezeket újra elmondom. Gondolkoztunk többet is, hogy akkor hogyan menjen a történet, és akkor ötleteltünk. Körülbelül rájöttünk, hogy akkor ekkor tájt, mikor még az évad még kész sem volt, meg az eleje sem volt, meg teljes mértékben, hogy a végének milyennek kell lenni, és még ekkor elkezdtünk még gondolkozni a következő évadon, és a következő játékon is, hogy ahhoz mennyire kapcsolódjon ez az évad, és hogy minden évad passzoljon egymáshoz, ne legyenek logikai buktatók, és akkor elkezdtük összeírni egy forgatókönyvet, szövegkönyvet, nagyjából a karakterek között, meg hogy mi történjen, végül kialakul egy teljes kép, és megalakul az évad, és felvesszük a hangokat, és igazából Martin összerakja az egészet, az összes részt, mert ő szerkesztette minden epizódot, a gameplayt hozzáteszi, a hangot, a zenét összeszerzi hozzá, és igazából ennyi, tehát ilyen nagyon nagy vonalakban tényleg így működik, és tudom, hogy picit kaotikusan mondtam el, és amúgy baromi egyszerűen is mondtam el, de higgyétek el, ez picit jóval dramatikusabb és csavarosabb volt minden évad eseténél. Ugye, ahogy mondtam, én lefordítottam az első pár telefonbeszélgetést, és így nagyon megbeszélt, hogy akkor mi történjen. A végkifejletet azt tudtuk, hogy le fog égni a Horror Park, és Jenő megmenti Józsefet. Tehát ehhez kapcsolódóan kell valamit úgy megalkotni, és egy olyan, olyan karaktert csinálni a menedzser szerepében, aki hát most mondhatni, ő lesz a főbossz. A legfontosabb dolog viszont, hogy az első animatronikot a pizzériából behoztuk ide a parkba. Ha minden igaz, a raktárba tettük le, vagy a folyosón, vagy ott van mögötted. Na jó, vicceltem, de azért tetszett, nem? Figyelj, én nem szeretnék verekedni, de húzogatod a gyufámat, és ez nem tetszik. Na jó, A menedzser karaktereit egyébként esetlen és vagy szerencsétlen karakternek írtuk meg, pont amiatt, hogy gyenge pontja legyen ennek az egész cégnek. Később ugye József előtt megtör és elmond mindent, amit tudnia kell. Végül az évad végén, mint semleges karakter tűnik majd el. A Fazbear cég nekünk adta az animatronikot. Adta? Nem azt mondtad korábban, hogy vettétek? Tényleg igaz az, hogy meg akarnak szabadulni tőlem, amint jobban áll a park, csak hogy minél kevesebben tudják? Fizetésemeléssel meg tudtam volna menteni az életet, de most már mindegy. El kell tűnnöd. A főnököm mindent meg fog tenni, hogy eltömessen a földedben, csak hogy ne veszélj az utatát. Mert igen, tudnod, hogy van még egy... Szükségünk volt egy indítékra is Jenő oldaláról.
Mármint érthető, hogy segíteni próbál barátjának, de hogyan vitte mindezt véghez? Milyen hátsó szándékok vezérlik a cég megbuktatásához? Tudtam, hogy be kell valahogy illeszteni a negyedik játékot is, hiszen eddig az összes rész megjelent a FNAF játékokból. Viszont rá kellett jönnünk, hogy az előző részekhez képest túlságosan is kötött a helyszín és a kontextus. De voltak elképzeléseink, de egyik sem volt elég egy teljes évadra, ugyanis itt már megszilárdult az a bizonyos egy évad öt részből álló felállás. Nagy dilemma volt ez, hogy miként oldhatnánk meg ezt a képi megvalósítást. A legbénebb megoldás lett volna, hogy csak egy újságcikk látszódik, amiben már megtörtént eseményeket láthatunk. Végül megoldásként a kameraképek eredeti változatát felhasználva szerkesztettem oda tűz és füst effekteket. Hát nem egy nagy speciális effekt munka, de a sorozathoz talán megfelelő volt az akkori státuszában. Még inkább motivált a történet folytatására az, hogy milyen jó volt ezt a részt így összeszerkeszteni. Voltak éppen teljes szabad kezet kaphattam az oldalakhoz, ami új volt a sorozat szerkesztése alatt. Ugyanakkor nagy félelmem volt az is, hogy mi lesz erre a reakció. Azt hittem, hogy ha nincs vicces hangbevágás egy jumpscare alatt, mindenki csalódott lesz. Ugye, ahogy említettem, a filler rész ebből az epizódból teljesen kimaradt. Szinte nem is volt gameplay. Ez igazából egy teszt is volt egyben, hogy mennyire képes megállni a saját lábán a mi általunk megalkotott sztori a játékhoz képest. Én azt mondom, hogy itt voltak kisebb és nagyobb nehézségek ugye az évadban, de meg tudtuk oldani szerencsére, hol így, hogy úgy. Hol nekem voltak rémálmaim, hol Martin dolgozta magát agyon, de végül sikerült a harmadik évad, ami egy rendkívül nagy dolog volt számunkra, hiszen ez volt az első sztorisabb évad, ami nektek tetszett is, úgyhogy tudtuk, hogy jó irányba halad ez a sorozat, és az ötlet, hogy legyen a paródia helyett sztori, teljesen megérte, és ez alapján tudtuk folytatni a negyedik évaddal. Na igen, tudtuk, hogy a Sister Location következik, ami elég nagy falatnak ígérkezett. Még az eredeti játékokhoz képest is nagy ugrás volt a Sister Location, szóval tudtuk, hogy a mi sorozatunkban is hasonló hatása lesz. A kezdeti premissza az évadnak az volt, hogy a két karakter, József és Jenő végre egyszerre nézenek szembe az animatronikokkal, ahogy azt eddig csak a sorozat első évadának végén tapasztalhatták a nézők. Szóval ez volt az egyik nagy változás. Több probléma volt. Az első az, hogy több szerep volt, aki beszélt a játékban a Sister Location-be vagy valami hangot adott ki magával, és ezzel úgy voltunk, hogy nekünk is őket bele kell írni a történetbe, hiszen a gameplaybe benn van, akkor elkerülhetetlen, hogy beleírjuk őket. Jó nagyobb részük pedig női hang, és hát nem igazán volt az ismeretségünkben annyi női hang, hogy őket is be tudjuk invitálni, és hogy egyszerűbben meg tudjuk oldani a hangok keresését. Így eléggé elgondolkoztató volt a szituáció, hogy ezt mégis olyan oldjuk meg, hogyan találunk ennyi embert. Nos igen, ez eleinte elég nagy fejfájást okozott, mivel tanácstalanok voltunk mindketten ezzel kapcsolatban. Levit már azért ismertem egy ideje, amikor felkértem arra, hogy csatlakozzon a sorozatba. Pár szereplőnek már tudtam, hogy kiadja majd a hangját, például Fun Time Freddynek szinte biztos voltam, hogy Csubot kérem majd meg. Elég lassú ez a cucc. Az egyetlen olyan ember volt talán, aki saját maga csinálta a hangját. Hello, ő maga editelte és vette fel a hangját, és valami istentelen jó munkát végzett, tehát amit hallottatok a 4.-5. évadban, az ő keze munkája. Utána ugye voltak még más férfi szerepek is, ugye a legelején az évad elején volt az interjúztató, Martinnek az egyik ismerős volt Máté. Szóval miért jelentkezett erre az állásra? És volt még a főnök is, ugye a főnököt is be akartuk tenni, hiszen az ő halálát is be akartuk tenni ebben az évadban. A harmadik évadban is megszólal a főnök a legelején. Nos, akkor és ott az Martin volt a eltorzított hanggal. Rendben van, de ne hidd azt, hogy nem fogom rajtad tartani a szemem. És ugye volt olyan elképzelés is, hogy akkor legyen megint Martin eltorzított hangon, legyen másabb. Martin azt mondta, hogy nem, ezt még egyszer nem játssza be, hanem egy külön szinkron hangot kell keresni neki. És hát akkor ki legyen az? Hát konkrétan Gábor ránk írt,
Igmén Vály, hogy lenne esetleg szerepe a sorozatban is. Hát mondtuk, hogy van. Pontosabban Martin mondta neki, hogy van. És Gábor lett a főnöknek a hangja. És kiszeretem emelni őt is, mert ahhoz képest, hogy ő nem csinált ilyet, ahogyan én sem csináltam ilyen szinkronosdit, ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Tehát amikor én őt hallgattam, az ő szövegét hallgattam, meg azokat a szövegeket, amik nem kerültek be sajnos az évadba, egyszerűen én liba bőrössé tett, amit ő csinált. Szóval én azt mondom, hogy nagyon jó munkát végzett, és tényleg hallottam, hogy mennyi energiát tett ezekbe bele, és hányszor elmondta, de tényleg eszméletlen jó lett, úgyhogy le a kalap előtte is. Ne, szexi és ráadásul meg jól is néz ki. Ez még főgonosz is, és nem autista. De jó főnök vagyok. És most hol van? Valami hiányzik ebből a hangból. Ez kell a végre. Ezt is akkor fogok. Mire gondolsz? Ja, bocs. Jó, hát én fölvettem, szóval tökéne. Jó, igen, nekem se hallatszik bele. Az embert azt megnyom, hogy mire gondolsz? Mire gondolsz? Mire gondolsz? Ez nagyon cringe lett. Mire gondolsz? Cringe lett. Szóval a kérdésekre mindig felviszik a hangot, de próbáld meg így inkább lefele gördíteni, vagy hogy mondjam. Mire gondolsz? Mi volt ez a szó a végén? Bazd meg a végén, mintha kígyó lennék, bazd meg. Mire gondolsz? Mire gondolsz? Nem hiszem el, milyen módon? Bazd meg, ez jó lett, hogy... így... A nem hiszem el, meg ahogy rábaszok az asztalra, azt még nem a mikrofonba mondtam. És amikor, amit mondani kellett, addig befordultam a mikrofonhoz. Ez a lemez rettentő fontos, te is tudod! Elejjel mindjárt. A főnök ilyen labilis, bazd meg, hogy nagyon ajánlom, hogy ne tudja feltörni ez a lemez, kurva fontos, te is tudod! Nagyon ajánlom, hogy ne tudja feltörni ez a lemez rettentő fontos, te is tudod. Valami olyan szót nem tudtál volna belerakni, ami még jobban megbassza a nyelvem? Hát úgy, hogy ezt nem én írtam. Jó van, Levente, jó van. Bejárattuk a nyelőcsőt, mivel ugye abból jön ki a hang természetesen, nem a légcsőből. Ja, itt igazából annyi történik, Jenő próbál kiszabadulni, de közben József ugye elküldte diagnosztikára Balórát, és kiderült, hogy az egyik robot. Az előzőt mondtad, vagy csak lemaradtam? Nem mondtam, csak olvasgatom. Ezt nem hiszem el, egy újabb hasznavetetlen robot mehet alkatrésztek, mint a többi! Végül lehet, hogy egy ilyet fogok felhasználni. Jut eszembe főnök, a Springer ruhában mi legyen? Később. Most József... A kurva anyád. Később. Most Józseffel kell foglalkoznunk. Éppen megérkezett. Szóval, ami azt illeti, nem csak jó híreim vannak. Mire gondolsz? Tudja, amikor bepróbálom azt... A kurva anyád, szóval... Oké. Mi a franc? Hol vagyok? Ebben biztos vagyok. Mi van? Hú, geci. Viszont a többi karakterrel meg voltunk lőve. Tudtuk, hogy Zemelány szinkron hangokra lesz szükségünk, szóval annyiban maradtunk, hogy keresgéljünk az internet zéterében mindketten, és majd infózunk egymásnak, ha találunk valakit egy szerepre. Szóval lényegében ezt már elmondtam egy, amíg erről az évadról szóló összefoglaló videóban. Volt ez a videó, ami felbukkant az ajánlások között, és mondom, mekkora lenne, ha ők elvállalnák. Végül Nanira írtam először Twitteren. Mert hát biztos voltam benne, hogy a fontos emberek mindig Twitteren beszélik meg az ilyeneket, szóval egy hosszasabb írományban összefoglaltam neki, hogy mi is ez az egész, meg hogy lenne kedve hozzá, és nagy meglepetésemre igen hamar válaszolt is, hogy adna egy esélyt a projektnek. Szerintem azért az nem semmi, hogy már több mint 2 év eltelt azóta, hogy felkeresett a csatorna bébi szerepére. Sőt, visszagondolva eddig ez volt a leghosszabb ideig futó projektem. Pedig, őszintén szóval korábban még nem is hallottam erről a sorozatról, de egyáltalán nem bántam meg, hogy a részesévé válhattam. Először ugye a 4. évadban bukkant fel a karakterem. Erről az évadról a kedvenc emlékem elég tragikomikus volt. Ekkor még részenként küldték ki nekem a szövegkönyvet, és tudni kell rólam, hogy a határidőkkel mindig meg szokott gyűlni a bajom. Nem, mint hogyha ezt most nem lesz műtben venném fel, vagy mi. Na, de hogy az évad 4. részét úgy kellett felvennem utolsó pillanatban egy decemberi napon, hogy a hangom kb. Tényleg olyan volt, mint egy repett fazék. És azt a kényszenvedést nem akarom átélni újra, mint amikor már 20-adjára kellett felvennem ugyanazt a mondatot, mert nem bírtam végigmondani berekedés nélkül. Minél hosszabb volt egy mondat, annál jobban utáltam. De utólag azért ez is vicces volt. Az ötödik... Na.
Mi a fasz ez az ötödik szó, bazd meg, nem bírom kimondani. Na, de hogy az ötödik évad szövegét viszont már egyben kaptam meg, így kevésbé volt fontos a határidő, hál' az ének. Szóval itt már jobban mertem játszani a hangommal is, de azért általában igyekeztem úgy felvenni, hogy ne legyen otthon senki. És hát ez karantén alatt mondjuk nem sikerült, szóval egyszer oda mentem anyumhoz, és papofával megkértem arra, hogy ne nézzen hülyének, ahogy már erotikus hangon mondok olyanokat a mikrofon, vagy József, te vagy az! Vagy hogy Jenő! Jó, azért most egy kicsit túloztam, de esküszöm, hogy volt ilyen rész. És szerencsére anyom azért elég megértő volt. Nem kérdezett, vagy csak hozzászokott, de azért srácok, ezekkel a népválasztásokkal eléggé kiégettetek. Szóval egy szó mint száz, tényleg örülök, hogy részt vettem ebben a projektben, és remélem lesz még hasonló közös munkánk. Ja, meg itt van néhány baki. Azt elhiszem. Azt elhiszem. Azt elhiszem. Tudod, ha nem lenne a szín... Brű. Azt elhiszem. Azt elhiszem. Tudod, ha nem lenne a szülnap... Szülnap. Szülőnap, bazd meg. Azt elhiszem. Azt elhiszem. Azt elhiszem. Akkor nem hiszem el. Leszalom. Nem hiszem el. Megjavítottad Freddy-t? Azt fogja kérni, hogy menjetek keresztül ballora... Bazd meg. Bal, szógyál meg. Az. Annak a galériáján. Az. Emelni még hatalmas MVP is volt, mivel konkrétan neki köszönhetjük, hogy a többiekkel is fel tudtuk venni a kapcsolatot. Így lett Gégeri Hand Unit hangja is például. Őszintén kicsit utólag bánom, hogy ilyen monoton szerepet sikerült kiosztani Gerinek, de hát ebből is a legjobbat hozta ki persze. Nani által ismertük meg Gégerit, aki amúgy mindenki másnak a hangját, az animatronikok hangját ő maga effektelte és maszterelte, ami szintén egy hatalmas nagy pacsi, mert eléggé komoly munkát végzett amúgy, tehát tök jól megcsinálta. Sziasztok, Geri vagyok, és Martin felkért engem, hogy mondjak egy pár szót a szerepemről, ami nem más volt, mint a bemondó a Sister Location nevű játékból. Na most tudni kell, hogy ez a szerep szinte az idézőjeles szinkronkarrieremnél az első közt volt felelhető, így nagyon furcsán néztem, hogy pont engem választottak ki erre, de úgy voltam bele, hogy ha már Lisáiknál is szinkronizálok, akkor miért ne próbáljam ki magam több szerepben. Azt hiszem az évad záró videóban említésre került, hogy a rendezők sajnálják, hogy ilyen monoton szerepet kellett nekem adni, de ne aggódjatok, srácok. Még ez is nehézkes volt itt-ott. Betolakodó protokoll elindítva. A sintér osztag értesítőnket. A scooping szobában tartózkodni meglehetősen felelőtlen, ugyanis külső mutatott. Hogyan mondjam ezt fel? Jaj! Ma este nincs szükség ránézni. Ma este nincs szükség, anyád. Rohadt geci, nincs. Ma este nem szükséges ránézni bébire. Megoldottam, kész. De mindenek előtt nézzünk rá balolá... Megkérdezi magától, hogy mit csinál az életével, vagy hogy mit szólnak hozzá a barátai. Megértem, ha az új munkája rengeteg stresszt generál, de ne aggódjon, én itt vagyok magának, hogy segítsek ebben is. Annak érdekében rövid liftes húzás, minél nyugodtam, de az, hogy legyen ez... Na, fuh. Szóval értitek. Túl sokat nem tudok mondani, ugye, mert magát a sorozatot is csak akkor ismertem meg, amikor megkerestek a srácok, viszont visszanéztem pár részt, belebeletekergettem, és le a kalappal mindenki előtt, aki benne volt ebben a projektben. Elég menő történetet hoztak létre. Részemről is egy hatalmas élmény volt, mind maga a szinkron, mind maga a maszterelés része. Úgyhogy így végszóként annyit mondanék, hogyha kellek még valahova robothangnak, akkor érted? Abban a pillanatban 3-2-1, de igen, szóval nagy élmény volt, és köszönöm, hogy benne lehettem. És így tovább, srácok, remélem még lesz hasonló tartalom. A mini játékokról és a custom nightokról is lemondunk ebben az évadban, mivel a történetben csak felesleges időhúzásnak tűnt volna. Eleve a szoba, ahol játszódnak a custom nightok, megjelenik a játékban a történet végén is, szóval nem maradt ki a helyszín. Tüzetesebben is átnéztük a gameplay részét is a játéknak, és erre próbáltunk megépíteni. Végül egy egész jó csavart is sikerült beilleszteni a történetbe, aminek később is voltak hatásai a sztorit illetően. Hát ugye kezdetben, ahogy mondtam, a szokásos ötletelgetés ment, és elkezdtem nagyjából kidolgozni az első kettő éjszakának a cselekményét. Ugye itt mindenképpen azt akartuk, hogy József és Jenő részt vegyenek ebben az évadban, mind a kettőt leszántuk, és akartunk egyszerre két karakternek helyzetkomikumot is adni, ugye a szűk helyiségek miatt.
Elég szűkösnek néz ki ez a hely. Na kussolsz és kúszol a szellőzőbe befelé. Gondolkoztunk azon, hogy nem is, hogy követni kéne a gameplayt, de fel kéne használni korábbi részeket, és picikét csalni a gameplay-je, hogy egy-két részt kihagyunk, vagy egy részt felhasználunk újra, hogy megalkothassuk azt az elképzelést, amit mi szeretnénk. És igazság szerint ez működött is, amúgy. A menedzser visszatérése volt mondhatni a nagy fordulat az évad elején. Ebben biztos vagyok. Mi van? Tudja, igazából nem is gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű lesz. Többet vártam tőlük. A végén meg persze Jenőnek a története, és hogy miért is csinálta mindezt. Mivel tudtuk, hogy össze kell kötnünk a Sister Location-t és a Pizzeria Simulátort, azt találtuk ki, hogy összesen három hely van a cég nevén. Az egyik volt ugye a Horror Park, amit a harmadik évadban intéznek el Jenőék, a második hely volt ez, a leányvállalat, és végül a harmadik hely lett a Pizzeria, aminek a vezetését végül megszerezték Jenő javaslatára a menedzser segítségével. Pár dolog már el volt hintve az utolsó részben is, például, hogy Henjunit megemlíti a Shinter osztagot, akik csak az utolsó évadban kapnak szerepet Henryvel az élén. Az animatronikok elhagyták a létesítményt. Shinter osztag értesítve. Illetve Babyt is csak úgy otthagyta Jenő, akit végül a Shinter osztag ott talál a helyszínen a későbbiekben. Meg szeretnénk kérdezni, hogy ebben az évadban mi volt a másik elég nagy probléma, azon felül, hogy szinkron hangokat kerestünk. Ez nem más volt, mint a kestelenség. Ez volt az a pont, amikor hát legfőképpen Martin, de már én is kezdtem érezni, hogy annyira nincs sok kedvem ezzel foglalkozni. Tehát tényleg voltak dolgok, amikkel jobban foglalkoztam volna, meg akkor én sem voltam egészen toppon, ha szerettem volna saját dolgaimmal foglalkozni. És eléggé bánom ezt, mert Martin, aki tényleg mindent beleadott, meg szinte a munka nagyja az, az ő vállán nyugodott. Tehát, hogy ő volt talán az utolsó fekvő rendőrje, hogy az adott rész kijöjjön, mert ha ő megcsinálja a részt, akkor lesz rész. De amikor ő már szinte csak ezeken dolgozik, csak a FNAF-on dolgozik, meg csak a FNAF-on beszélünk már hetek óta, és más sorozatával nem tud foglalkozni, vagy egyáltalán más csinálni, hogy ne a FNAF-ra gondoljon, az rendkívül idegesítő tud lenni egy idő után, és hát konkrétan ez volt az a pont, amikor Marty meg elkezdte nagyon-nagyon utálni a FNAF-ot és az egész sorozatot, és nem tudott vele foglalkozni, vagy nem is akart vele foglalkozni. Ez személyesetesen nem azt jelenti, hogy most Martin utáljuk azért, mert például részben ezek voltak azok az okok, ami miatt egy-egy rész később jött ki, mint ahogy terveztük, meg Martin is elég itt motiváltat, amikor realizálta, hogy hát mondott valamit, hogy a rész köbő ekkor jön, és hát nem fog tudni ekkor jönni, mert nincs kész, mert egyszerűen nem tud vele többet dolgozni, és én megmondtam neki, hogy rá se ráncs, mert hát ez van, megesnek az ilyenek, de emiatt nem kell magát ostorolnia. Itt Martin próbált engem is megkérni, hogy vegyek részt, de ahogy mondtam, én ki akartam ebből maradni. Részben azért is, mert nem tudtam volna azt a szintet hozni én szerintem, mint ő. Másrészt meg tényleg én nem akartam benne annyit részt venni, mint hát ő akarta volna, szóval. De végül is kész lett az évad, picivel több csúszással, de meg lett szerencsére. Ahogyan a harmadik évad utolsó részében, ahogy megbeszéltük Martinnal, hogy milyen jelenethez milyen kép illik a párbeszédben, úgy például a CD-s részén ott a negyedik évad ötödik részében, amikor József nézi azt a CD-t, ott is próbáltuk elképzelni, hogy mi lehet oda, meg hogy milyen kis easter-egget tudnánk betenni. Meg így a karakterek sorsáról is, hogy ki, hogyan, meg miképpen működött volna itt az évad végén, és esetleg visszatért volna az ötödik évadban. Ez az évad volt, ami egy hatalmas ugrásnak tűnt az előző évadoktól. Rendes szinkron csapat, kidolgozott történet forgatókönyvvel, minden téren hatalmas fejlődést ért meg a sorozat. Számomra külön élmény volt tapasztalni, hogy milyen többen dolgozni egy projekten, illetve remek volt látni a reakciótokat is erre, hogy mennyire tetszik az irányzat, amibe elvittük a sorozatot. A nagy félelem elosztott már ezzel kapcsolatban. Viszont azt is tudtuk, hogy egy ilyen sikeres évad után újabb szinteket kell megütnünk a lezáró évadot illetően. Thank you.
Ez volt az az évad, ami a legtöbb preparációt igényelte, és ez meg is látszik a megjelenési dátumokon. Majdnem kerek egy évvel a Sister Location lezárása után jelent meg a Pizzeria Simulator első részének premiere. Ez több ok miatt is így alakult, de talán a legjobb, ha az elejétől kezdjük. Hát mentünk is neki az 5. évadnak, megint csak egy újabb problémával szembesített minket. Ez nem más, mint hogy újabb szereplőket kellett szerezni, és ez mellett még a történetünk is eléggé nehezkesen indult és íródott. Hát a PC Simulator rendelkezett több endinggel, és azt szerveztük, hogy akkor ne egy ending legyen, hanem akkor legyen több. Arra gondoltunk, hogy jó, akkor legyen nekik esetleg több befejezésük, vagy hogy mindegyiküknek egy-egy, és akkor a történetnek is ennek megfelelően ilyesmi befejezése lesz. Itt már tudtuk, hogy Jenő mondjuk elmegy a gyógyintézetbe kerül és ott fejezi be, és József eredetileg úgy gondoltuk, hogy felgyújtja a pizzériát, de ez később megváltozott. Csak hát ugye azt nem tudtuk, hogy akkor ez hogyan fog alakulni. Hát nagyjából azt tudtuk, hogy a menedzser is itt is részt fog venni, és a menedzser amolyan tényleg egy olyan karakternek akartuk ábrázoltatni, aki tényleg csak a pizzériát szeretné jobbá tenni és valami sikereset összehozni, hogy minél jobb legyen mindenkinek, és tényleg ezzel akar foglalkozni, semmi negativitást nem akar vállalni, de Jenő nehezen tudja elengedni a múltat a menedzserrel kapcsolatban is, ő nem kedveli őt, emiatt a menedzser sajnos olyan eszközök közül nyúlik, ami hát nem teszi a legjobb emberi a világon. Aztán ugye lettek új karakterek, még jöttek a régiek, ugye Baby, Freddy, ugye megmaradtak, ugye volt Springtrap is. Talán ez az az évad, ahol a történet még nagyon sokat változott, tehát szinte minden megbeszélés után valamit változott, valamit, amit egyszer megbeszéltünk, hogy így lesz, aztán következőleg nem. Ez azért volt, mert nem igazán tudtuk, hogy akkor hogyan lehetne, vagy hogyan működhetne jól, hogy minden szállat lezárjunk és érdekes is legyen a vége. Szóval nagyjából a történet elkezdtük írni, de a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtuk olyan elkezdeni. Tehát el tudtuk volna kezdeni, de a gameplay az olyan volt, hogy a mi történetünkhöz nem tudtuk teljes mértékben azt a gameplay-elemet, vagy gameplayt szolgáltatni, amivel működött volna is. Nagyon sokat ezért csúszott az elején, mert egyszerűen nem tudtuk olyan elkezdeni. És hát mondtam is Martinnak, hogy ne aggódjon, hogyha nem jön ki időben, mert hát az elején vagyunk még, meg ilyesmi. Meg hát az volt az eredeti terv is, hogy egybe fog jönni majd az egész évad egyetlen egy részben. Annyira elhúzódott az az eleje, meg hogy annyira nem tudtuk, hogy ezt hogyan kéne elkezdeni, hogy az is lehet egy opció volt, hogy ott hagyjuk a sorozatot. Habár nem tudom, valahogy biztos folytattuk volna, de egyszerűen tényleg nem tudtuk hol elkezdeni, és nagyon aggódtunk, hogy nem fogunk majd az elvárásoknak eleget tenni. Tehát nagyjából az alapszituáció, konfliktusok megvoltak. Persze itt is volt egy tüzetesebb átnézése a gameplaynek, és ezt már rögzítettem is, szóval sikerült megörökíteni azt a pillanatot is, amikor egy nagyobb összefüggés sikerült alkotni az utolsó két évad között. Ja, hát ez valószínűleg nem lesz benne amúgy. Maximum egy olyan... Gondoltam. Maximum egy olyan, olyat tudnék kitalálni, hogy még mielőtt belekezdenénk a pizza vezetésbe, vagy pizzeria vezetésbe. Pizza vezetésbe! Eredetileg az amúgy nem a NAV 6 lett volna, mert nem tudták, hogy elkészül-e vagy sem. És hát így az elején bebételte a készítő a játékosokat ezzel. Arra gondoltam, ez egyébként lehet, hogy ez az előző évadra is visszamenőhet, mert igazából az outro után gondoltam, hogy legyen egy ilyen bónusz jelent, de végül ezt így elhesegettem. Az volt az ötletem, hogy esetleg a rész végén, ugye Purple Fright már szerepelne, ezt azért nem akartam megcsinálni, mert hát ugye még korán volt ahhoz, hogy szerepeljen. Bár lehet megkérhettük volna, mindegy. Hogy a rész végén ott van, ahol Baby deaktiválta Jenő, és akkor így megtalálta a kártyát, és visszarakja a robotba, és úgy viszi Jenő elé a robotot. Ennél a izénál is van egy ilyen titkos izé dolog. Viszont az nagyon ritkán van, tehát szerintem még 30-on meg fogja próbálni. Én arra gondoltam, hogy esetleg egyszer elmesélni Jenőnek a történetét úgy, hogy mintha nem tudná, vagy nem tudná arról, hogy... Ja. Itt bekerülne random Jenőnek a sztoria? Akár. Hát végül is ez egy híres sztori, csak nem tudja mindenki, hogy Jenővel történt, vagy hát Jenőnek a öcsével. Ja, ebből is lehetne konfliktus. Ja. Köcsög robot már megint az öcsémről beszél. Jó van, oké, tégeli szép funkcereni. Bőszed a rakatba. Én még el tudok képzelni még random telefonhívásokat is, mert mondjuk nem tudom, hogy van itt telefon, látszódik-e, de...
random baszogatásban megcsörgetni, vagy valami kis sztorit abba is lehetne tenni ide, szóval, ja. Ja, mint a első játékokban, ugye, hogy fungálj, felhív, aztán mesél neked egy sort. És akkor mondjuk itt nem, akárki felhívott, mint menedzser, vagy Jenő Józsefet, vagy ilyesmi. Akár, vagy ja. Nekem az jutott eszembe, tehát tudod, vannak azok a negatív karakterek, akikről tudod, hogy fixen rosszak, mert rosszat csinálnak. Igen. De vannak azok a negatív karakterek, akik, tehát a karakter maga nem látja azt, hogy gonosz. Igazából úgy akarom ezt a karaktert csinálni, hogy lehessen mindkét szempontból nézni, hiába egy fő karakterrel csesz kimondhatni, de lehetne úgy is, hogy úgy is láthassák párra ezt a karaktert, mint egy meg nem értett, szerencsétlen. Nem úgy akarom mondani, csak hogy így érted, hogy nem úgy alakul minden, ahogy tervez. Ez is működne, mert ugye a harmadik a tipikus bogzsák szindrómát megkaptam. És amúgy szerintem ezt úgy lehet a legjobban ábrázoltatni, hogy József és a menedzser kapcsolatát erősíteni. Én a Puppetet még el tudom képzelni, ilyen negyedik falt törölgető akárkinek. Hogy ő ott volt mindenhol, csak nem figyeltél, figyelt téged, meg mit tudom, figyelt az eseményeket, mi a picsa van. Tényleg, amúgy ennek tényleg kurva sok értelme, amit mondtál, mert belegondolsz, tényleg másodikban ott volt, harmadikban úgymond ott volt, tehát azért van háttere neki. De ez úgy kéne, hogy mint ahogy hintelgetjük azt, hogy a karakter a József Jenő között ugye, de amúgy van más is még, ami... Baszd meg! Mi az? A 200-ig beütött, hallod? A második részben már feltűnt, ugye a harmadik részben ugye használják felfigyelni Józsefre és Jenőre. Kicsoda? A Puppet. A Sister Location-ben. Igen. Figyelemmel követi a helyzetet, és amikor, hú, ez nagyon komoly, amikor a legnagyobb szükség van rá, megjelenik Ennard testében. Ugye átveszi az irányítást Ennardtól, és megöli a főnököt, ugye. És ez lenne a szerepe, ez derül neki a végén, hogy ő volt. Mi? És akkor csodálkozok, hogy miért csinálta ezt? Igen, és értelmet nyerne. Senki nem tudja miért. És itt mi? Értelmet nyerne. Hallod, ez amúgy nagyon durva. Azt a kurva. Ez tetszik. Ez kurva jó. Amúgy értelmet nyer, hogy Jenő amúgy miért pont elmegy úgy ítézetbe kerül, mert Jenőnek nem látják, hogy éppen beszélget valakivel, de a papáttal éppen amúgy beszélget nagyba. Ja, biztos már kattannak hiszik. Hát gondolkoztunk, hogy allengyen, és akkor Martin az e-mailjei között megtalált egy kis a magányos farkas nevezetű felhasználónak a levelét, aki neki írt, hogy látta a sorozatot, a FNAF sorozatot, és neki igazán megtetszett, hogy ezzel foglalkozik a csatorna. És ezen felül ő is hasonló csinál a saját csatornáján, csak Source Filmmakerben csinálja az ő animációit és az ő történetét, és írta, hogyha esetleg lenne olyan jelenet, amit szívesen szeretnénk, hogy leanimálna, akkor megtenni. És ez volt az a moment, amikor Chriszt is beszerveztük a sorozatba, és így lett végül is animációnk a sorozathoz. Hát ugye, ahogy írta, pár jelenetet leanimálna, na ez végül az lett, hogy az egész évadot majdnem leanimálta Chris. Utólag annyira szürreális számomra, hogy pont akkor keresett meg minket Chris, amikor még a történetet írtuk, és így könnyen megoldható volt az animált jelenetek kitalálása is. Ötlet? Na? A fiatalember a Source animációjával, filmmakerével lehet tudna segíteni a... Hogyha például úgy akarjuk megcsinálni, hogy Puppet beszél a Jenővel, mondjuk az elmegyógyintézetben például. Te csak Puppetnél, a többieknél jó lesz a gameplay. Még kiderül, hogy mondjuk akarunk-e még ilyen plusz amit betenni, de például ebbe bele tudna segíteni. Szerintem ezt a sráccal le lehetne zsírozni, aki rád írt. Ja, én bízok benne, hogy meg tudja csinálni. Igazából nem... Ha téged megkeresett ezzel, akkor szerintem segíteni is fog. Ez áprilisban volt, és mi nyárra terveztük a megjelenést, viszont egyéb okok miatt ez nem lett megvalósítható. Emiatt sok minden csúszott szinkronok és haladás terén is, de Chris hatalmas lehetőséget kínált fel a sorozatnak. Sziasztok, Chris vagyok. Én animáltam a jeleneteket a Pizzeria Simulatorhoz. Hogyan ismertem meg a sorozatot? Rajongtam már egy ideje a Five Nights at Freddy's-ért, de többnyire az animációk érdekeltek belőle, a zenés klippek, meg a paródiák, és egyszer kerestem magyar teóriákat YouTube-on,
És akkor ráakadtam a JHTP csatornára, pont ez a paródia gameplayre akadtam rá, és a második évadnak valamelyik részére. És az fogott meg benne, hogy ilyen előre megírt szövegek voltak, ahogy ugye beszél a szövegfelolvasó, illetve az, hogy jönnek az animatronikok, és így beugranak, vagy megszólalnak a nevükben a magyar mémek, és így totál átalakította a játéknak a hangulatát, de hogy olyan, mintha mondjuk nem a történet szerint nem gyerekeket dugtak volna bele a gépekbe, hanem ezeket a magyar embereket YouTube-ról. Nagyon imádtam. Ez egyébként inspirált is engem, és elkezdtem egy saját sorozatot csinálni a hasonló mintában, mint a csatornán láttam. Legalábbis az első évadja. A harmadik évad ment éppen jelenleg akkor, amikor én elkezdtem nézni. Olvastam a kommenteket, nagyon láttam, hogy nagyon imádja mindenki, a story módtól kezdve meg főleg, és elkezdődött a negyedik évad, na, ott bekerültek a szinkronhangok, teljesen feldobták a hangulatot, úgy voltam vele, hogy na, audio szempontból 100%-ot kihozták a sorozatból, és hát gondoltam, mi lenne, ha vizuálisan is megpróbálnánk ugyanezt, és akkor volt az, hogy a negyedik évad után eltelt egy hónap, felkerestem a volt egy e-mail cím megadva valahol, felkerestem a csatornát, és akkor ott leveleztünk párat Martinnal, mondtam, hogy tudok animálni, adtam pár ötletet, mi nézhet neki jól, pizzéria a szimulátorban, és akkor ott mind a ketten megegyeztünk, hogy ez tök jó dolog, áthívtak Discordra, ott elkezdődött egy ötletviharzás, majd akkor utána lehetett még egy hónap, és akkor utána már kaptam a konkrét feladatokat. Melyik jelentettel foglalkoztam a legtöbbet? A buli volt az a jelent, amiből a legtöbbet foglalkoztam. Nagyon beleértem magam abba a szituációba. Tök jól föl volt már diszítve alapból is az étterem, úgyhogy rengeteg lehetőség volt, hogy ott jeleneteket csináljak, nem akartam kihagyni. Milyen volt a megadott támpontok alapján képernyőre hozni az animációkat? Tehát vannak az ilyen nagyon egyszerű dolgok, amik például az interjúszoba, vagy például az az iroda, ahol a labirintus is van. Mert ugye az ugye meg van csinálva a map, minden a helyén van, minimális modellt kell berakni, illetve fényt kell csak berakni, és kész az egész. Nem igényelt nagyon támpontokat. Vagy voltak például az ilyen egyszerű feladatok, mint a menedzser iroda, a kórház. A menedzser irodánál kaptam egy fényképet, ott rajta volt egy iroda, asztal volt rajta, meg a székek, és a kamera szöge volt a fontos, hogy hogy néz ki. Ennek alapján kellett elrendezni a helyszínt. És akkor annyi volt tényleg hozzáér, hogy így nézzen ki, és legyenek Five Nights at Freddy's-es tárgyak. Poszterek a falon, meg tárgyak az asztalon, stb. A meeting szobánál például nem volt fénykép, ott csak nagyjából elmondták, hogy irodaszerűen nézzen ki, legyen egy asztal és körülötte székek. Egyébként a menedzser irodáról készült talán a legtöbb különböző kép, akkor a bonyolultabbak közé tartozott például az ötödik éjszakán a beszélgetések. Tehát az Martinék se tudták pontosan, hogyan kéne megoldani. Le volt írva, hogy lesznek ötödik éjszakán beszélgetések, megadták, hogy melyik két karakter vagy három fog beszélni. Ennél többet így nem tudtak mondani, csak max a helyszín tudták még megadni. És akkor én azt eredetileg úgy oldottam meg, hogy megjelenik, mondjuk két karakter beszél, megjelenik a két karakter. Az elején van egy kis mozgás. Utána elhelyezkedik a két karakter a képernyő két szélén, mindegyik elkezd egyesével mozogni, bal aztán a jobb, és ezt ketté vágva kellett volna belerakni a jelenetbe, hogy mondjuk az egyik végig csak lélegzik, míg a másik az meg ott metakommunikál és beszél. Ugyanúgy volt egy ilyen jelenet, amikor a bébi beszél a Józseffel, megzavarodás előtt és után, hogy ilyen volt az is, amikor a menedzser, az apuka és a József beszélgetnek az irodában. Mind hasonló volt, de aztán így, hát gondolom túl bonyolult lett volna egy összevagdalni őket, úgyhogy ez elvetésre került. Akkor a bébinek, meg a puppetnek a bejutása lett még olyan, ami nem sikerült jóra. Tehát például a labirintusban volt az úgy megadva, hogy jelenjen meg a bébi, mert beszélgetni fognak, de aztán az így kikerült, hogy ténylegesen ott az irodában jelenjen meg, hanem csak a hangját lehetett hallani már a végén. Hasonló volt a helyzet a puppettel is, mert az eredetileg még úgy lett megadva, hogy jelenjen meg ott éjszaka az irodában, de végül a raktárszobában lett belőle inkább beszélgetés. Összesen mennyi időt tölthettél a sorozat megvalósításával? Három hullámban csináltam animációkat. Az első alkalom az valamikor nyár közepe volt a legeleje. Akkor főleg helyszíneket kellett készíteni. A meeting iroda akkor lett meg, a menedzser iroda, a kórház az első változata, mert az kicsit föl lett újítva.
meg az intro akkor készült el a legelső. Utána jó, hónapokkal később, talán október vége lehetett, nem tudom, de szerintem október vége volt, akkor kaptam a legtöbb feladatot, akkor a legtöbb animáció ott született meg, az építkezés jelenet, ott volt meg az éjszakai mozgások a labirintusban, szinte minden egyéb, a buli jelenetek is ott készültek el, raktárban a mozgások. És akkor a harmadik alkalommal az volt január végén, már lehet, hogy februárban nyúlt bele, na, akkor már inkább csak korrigálni kellett, tehát akkor föl kellett újítani dolgokat, például a Jenő Papetnek a párbeszéde volt ilyen a raktárban, azt kellett felújítani, kórházas jelenetbe kellett plusz képeket rakni, az intrót akkor kellett felújítani teljesen, mert ugye új szereplők is kerültek be a sorozatba, akik korábban nem voltak megjelenítve név szerint, és akkor amiatt kellett mindent ott átalakítani. De az olyan volt ez a harmadik hullám tényleg, hogy mondjuk kaptam egy feladatot, megcsináltam 2-3 nap alatt, utána 2 hétig semmi. Utána megint kaptam valamit, megcsináltam 4 nap alatt, utána semmi. Nem volt egy olyan hosszadalmas feladat. Összességében talán olyan 3 hónapra becsülném az összes munkát az animációval. Ha neked kellett volna megcsinálni a sorozatot, változtatnál le benne valamit, és ha igen, micsodát? Hát, hogyha megkérdeznétek, hogy csináltam volna meg a sorozatot, az első évadra ott a válasz a saját produkciómnak az első évadjára. Tehát igazából én úgy csináltam volna meg, hogy story mode kellett volna mindjárt az elejére. Kicsivel hosszabb részek, és a részeket ott kellett volna befejezni az éjszakák végén, nem pedig közte. Szerintem lehetett volna bennem az elején egy élő beszéd, vagy hát igazi személy beszédje a szövegfelolvasó helyett, vagy elkezdődött volna a szövegfelolvasóval, és ki kellett volna magyarázni, hogy alakul át igazivá. A második évadra körülbelül ugyanez a véleményem, csak ott a végén kellett volna egy kerek befejezés, ott kellett volna választani az Ultimate Custom Night-ban egy olyan módot, amit ott meg lehetett csinálni, végigvinni, és akkor az lett volna a finália neki. A harmadik évad szerintem jó volt, az legutolsó részét azt én úgy csináltam volna meg, hogy azt ugye a kávéházas beszélgetés volt, azt én így kiraktam volna a harmadik évadból, és a harmadik, negyedik évad között lett volna egy ilyen felvezető epizód. A negyedik évad szerintem teljesen jó volt, azon én nem változhatnék semmit, esetleg, ha már akkor tudtam volna animálni, és csatlakoztam volna, akkor lehet, hogy egy-két jelentet meg tudtam volna animálni benne, főleg a vége felé. Az ötödik évadot én eredetileg úgy képzeltem el amúgy, hogy Zennard elszökik a Sister Locationből, meg ugye a többi robot is, és akkor a József Jenő megpróbálják őket megkeresni. Hát nem találják meg Zennardot, de megtalálják a többi robotot, és akkor azokat bevitték volna a pizzériába, kifaggatták volna, és tőlük derült volna ki, hogy Ernárdot úgy lehet odacsalni, hogy kell egy hatalmas bulit rendezni az utolsó éjszakán, azt meg is csinálták volna, és akkor ott gyújtották volna fel az egész éttermet. Szerintem mindenképp úgy kellett volna befejezni, hogy ott a József Jenő az együtt legyenek jelen, és ők gyújtsák fel az éttermet. Szerintem, hogy kettejük kellettek volna, hogy közösen ott legyenek. Ennyit változtattam volna én, de összességében szerintem jó volt, ahogy ki lett találva így is. Sorozatban van-e kedvenc karaktered, és ha igen, kicsoda? A főnök egyértelműen tökéletes beleélés, imádni való szállóigék, Scooping Room. Aktiváld el átot! Van egy service lift a Scooping Roomnál! Mi a véleményed a sorozat lezárásáról, vagy úgy unblock az egész sorozatról? Hát ugye nekem nagyon tetszett ez az egész sorozat, engem inspirált arra, hogy csináljak egy saját hasonló jellegű sorozatot, ami aztán végül animációvá alakult át. Ugye mindig is jó véleménnyel leszek a sorozatról, mert nem tartanék ott nélkül, ahol most tartok. Ami a lezárását illeti, szerintem egy kicsit kellett volna annyit változtatni rajta, hogy Jenőnek vagy ki kellett volna jutni az elmegyógyintézetből, együtt legyenek ott, vagy pedig miután már fölgyújtották az éttermet, utána Józsefnek kellett volna megtalálni a Jenőt az elmeintézetben. Az olyan elvarratlan szálnak tűnik, hogy különállóan fejeződött be mindkettejüknek a sorsa. Szerintem ez a két karakternek együtt kellett volna maradni a legeslegvégén. Kár, hogy ez nem így történt meg benne a végén. Ha van egy indok, hogy például a negyedik évad miért volt jó, az a szinkron színészek miatt van. De ha van még egy indok, ami mondjuk az ötödik évadnál miért lett nagyon jó, az egyértelmű, hogy Chris miatt van. Szerintem, hogyha ez a két eleme, a negyedik évadon például a szinkron színészek nem jöttek volna, akkor lehet, hogy ez az évad nem lett volna olyan jó. De például, hogyha az ötödik évadban nem jött volna Chris, akkor 1000%-on nem lett volna olyan ez az évad, amilyen. Szóval Chris az hatalmas nagy MVP volt itt. Mi nagyon örülünk neki, hogy így alakultak a dolgok, és rengeteget segített, és
Tényleg én azt tudom mondani, hogy nézzétek meg a csatornáját, mert rendkívül tehetséges. Hatalmas szintlépésnek érzem, hogy Kriszi megemelte a sorozat színvonalát az animációival, és örülünk, hogy megkeresett ezzel minket. Hatalmas köszönettel tartozunk neki, hiszen nélküle nem lenne olyan az utolsó évad, mint amilyen. Purple Fright munkásságát már régebb óta ismertem, tudtam, hogy ő otthon van a témában, ráadásul a szinkron munkák sem álltak messze tőle. Valamiért automatikusan a rádiós ember hangját, így van megnevezve a játékban egyébként, az ő hangjával képzeltem el. A tetőponton mindenhol valahogy úgy passzolt a hangja. Szóval e-mailben felkerestem őt, és elfogadta az ajánlatot. Azért is örültem, hogy sikerült megoldani ezt a kollabot, mivel tudtam, hogy sokan ismerik őt is, akik engem vagy a sorozatot is követik. Így amikor leleplezésre került, hogy részt vesz a sorozatban, mint szinkron színész, érdekes volt olvasgatni a reakciókat. Megmondom őszintén, amikor én Purple Fightot először hallottam, nem nagyon számítottam olyan nagy dolgokra, attól függetlenül, hogy ő egy viszonylag most már egy elég nagy videósnak lehet őt mondani, de attól függetlenül, hogy a hangtónusában nem számítottam volna arra, hogy olyan komoly érzelmeket tud belevinni, de az évad vége fele rendkívül jól meghazudtolt engem, és nagyon jó munkát végzett, és én kifejezetten örültem neki, hogy itt volt, és hogy tényleg mit tett le az asztalra. Én voltam az, aki Józsefnek a sorozatában az 5. évadban Henrynek adta a hangját. Erről a karakterről igazából azt érdemes tudni, hogy az animatronikokat szeretné begyűjteni, hogy véget vessen ennek az egész T-Boynak, ami a Freddy Fazbear-t körbekeríti. Végignéztem az egész évadot, és valamilyen szinten úgy hű volt az eredetihez ez a karakter. Mindig, mikor szinkronról van szó számomra, sokkal könnyebb az, amikor egy karakteres hangot kell adni, és itt példának tudom felhozni azokat a hobbi munkáimat, amikor egy animatronikot szinkronizálok le, mert mikor például Foxit kell leszinkronizálni, Rockstar Freddy-t, Funtime Freddy-t, vagy Springtrap-et, akkor egy kicsit úgy meg kell változtatni az alaphangomat, úgymond játszani kell vele, és ezt a torzítást nem úgy értem, hogy egy gép által történjen meg, hanem ezzel én magam játszok, és számomra ez az egész szituáció, nem tudom, én ilyenkor mindig azt gondolom, hogy sokkal hitelesebb az a hangzás, amikor rá kell játszanom egy hangra, mert számomra ez az egész helyzet úgy adja magát. Van egy karakter, akit el kell játszani, de alapjáraton már az ő jellegzetes hangján szólalsz meg, ami számomra egy kicsit úgy borítékolja a sikert, hogy úgy életszagúbb legyen ez a projekt, ez a szinkron hang. És amikor József felkért engem erre a posztra, hogy szinkronizáljam le neki Henryt, az volt a kikötés, hogy az eredeti hangomon szólaljak meg, az eredeti átlag hangomon, és ez számomra nagyon furcsa, mert az, hogy videókba az előre megírt szöveget hogyan mondom fel, hogy magamtól hogyan beszélek, hogy civilben hogyan beszélek, ez számomra három különböző hangforma, és itt inkább azt a civil formát kellett volna előadnom, amit úgy átlagosan is szoktam használni, de mégis ott van az ember tudatában, hogy ez most egy szerep, úgyhogy egy kicsikét úgy olyan izzadságszagúra sikerült számomra. Főleg az utolsó jelenetek, amikor üvöltöznöm kellett. Na most, hogyha nekem el szokott gurulni a gyógyszerem, akkor nem szoktam üvöltözni, hanem szépen lassan megfontoltam beszélek. Tehát én a való életben nem szoktam üvöltözni, felemelni felszoktam a hangomat, de üvöltözni úgy nem tudtam, soha, meg nem is szoktam, és éppen ezért, amikor megcsináltam a szinkront, és visszahallgattam, ez a... Ez nem pont az a hang, amit szerintem elvárt volna tőlem, hogy megcsináljak, de végtére is nem emlékszem arra, hogy lett volna bármiféle probléma abból, hogy ez így sikerült. Nagyon furcsa számomra visszahallani saját magamat
egy másik YouTube csatornáról, mert az, hogy én a saját videóimat, ha kell, órákon keresztül visszahallgatom vágás vagy éppen szerkesztés közben, tehát miközben a videót csinálom, az egy másik téma. De amikor egy másik projekten keresztül látom, vagy hallom magamat, az mindig olyan kis furcsa érzés, hogy ezt most nem én adtam ki, ez más keze által került bemutatásra. Nekem baromira tetszett ez az egész, és hálás vagyok azért, hogy rám is gondolt József, és hogy beletett engem ebbe a projektbe, úgyhogy innen is meg szeretném köszönni, hogy a részese lehettem. Köszönöm szépen, hogy itt is megcsillogtathattam azt a szinkron képességemet, ami még nagyon durván látszik, hogy gyerekcipőbe jár. Nagyon tetszik ez az irányzat, és egyszer-kétszer már elgondolkoztam azon, hogy ilyen irányba is el lehetne menni, mint szinkron hang, de aztán mindig rájövök, hogy ezért ennyire nem érdekel. Viszont világéletemben imádtam játszani a hangommal, úgyhogy ez is egy olyan felkérés volt, amivel ugyancsak játszhattam a hangommal, viszont itt a saját hangommal kellett játszani, és éppen ezért volt ez a felkérés egy kihívás. Egyszer volt talán egy olyan felkérés, hogy Scraptrap hangján kéne megszólalni, akkor ott ugyebár adja magát, hogy "You may not recognize me at first, but I'll show you, it's still me." Van egy saját magam által kitalált Sprintrap hangom, úgy könnyű megszólalni. Meg mint ahogy mondtam, úgy adja magát a szituáció. Tehát ez nem tűnik annyira kihívásnak, az persze egy szubjektív gondolat, hogy amikor a animatronikoknak a szinkron hangjával játszok, az mennyire csapódik le hitelesen, ez egy szubjektív gondolat. A mondandómat egy kicsit elnyújtottam, amiért bocsánatot szeretnék kérni, de igen, ez a lényegi része, ez a felkérés engem kihívás elé állított, mert itt nem úgy ripacskodni kell, mint ahogyan én csináltam a fongályos szinkron hangoknál, hanem itt egyszerűen tényleg ez a komolyság kell, valami vezető félességű karaktert kéne leszinkronizálni, és tessék, Purple Fry, csináld meg. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy gondolt rám József, és hogy amúgy személyesen is sikerült megismernem, néha bármiféle dolog is úgy elérhetetlennek tűnik. A végeredmény az mindig az, hogy igazán úgy nagyon semmi se elérhetetlen. Tehát össze lehet szervezni még egy youtuberrel is egy találkozót, meg lehet vele inni egy sört, projektekbe is bele lehet rángatni. Úgyhogy, ja, ennyit szerettem volna mondani, úgyhogy köszönöm szépen. Higgyétek el, mondom, ez volt az évad, ahol rengeteget változtattunk a forgatókönyvön pontosan, és a legjobb az volt, amikor már készen volt 3-4 rész, és akkor realizáltuk, hogy a Puppetnak még mindig nincs szerepe. Nincs ember, aki elmondja a szövegét, pedig van szövege neki. Ugye őt szántuk majd Kenőnek, hogy majd ő úgymond megpróbálja megvédeni őt, de sajnos nem sikerült neki. És volt szerepe neki, volt szövege neki, de egyszerűen nem volt ember még, akit be tudtunk volna szervezni. És Martin ekkor beszélt Elena Mavivel, ő volt az utolsó szerep, akit felvettünk így az évadban. Majdnem, hogy az évad közepén, amikor már kész volt 3 rész, és még egy sem ment ki, ugye. Aki elmondja az intrót a tévében, tehát mondhatta, mint egy reklám. Nos, őt Gégerinek adtuk volna ezt a szerepet, de Gégeri nem vállalta el, és azt mondta, hogy másnak adja. A Yinshashin csoportból volt ő Zsigmond, és amikor én ezt megtudtam, akkor én kis fanboy lettem, mert ugye én őt hallottam GMST-ben, más részekben őt beszélni, meg szinkronizálni, és tudtam, hogyha ő itt van, akkor elég jól teszi magát. Nos, a legjobb erre valami előadás, és a Fazbear Entertainment pontosan tudja, milyen egy jó előadás, ezért fogjuk azt csinálni, amit ő. Míg a Yinshashinból érkezett egy másik tag is, hogy elvállaljon egy szülői szerepet, ugye ami adja a konfliktus helyzetet ebben az években, ugye a partit. Értem! Ettől függetlenül önök is vállalnak születésnapi partikat? Számomra igen nagy stresszel járt az, hogy még a megszokottnál is több idő telt el a két évad között. Persze erről nem tehetek, mivel a nyár folyamán kénytelen voltam megszakítani a munkálatokat, ettől függetlenül hibásnak éreztem magam. Ugye eredetileg 2020 nyara volt belőve premiernek. Az is terben volt, hogy epizódikus megjelenés helyett egyben fog megjelenni az egész.
Később ugye csúszott a megjelenés 2020 végére. Majd be kellett látnom, hogy ez így nem fog menni, és végül év végén bejelentettem, hogy 2021-ben epizódikus, megszokott formában fog érkezni az utolsó évad. Már ott tartottam egyébként, hogy rendesen levezettem a haladásomat, felírtam az összes jelenetet, és belőltem az állapotát is annak. Az első ilyen kép 2020 novemberében készült. Az első verzió, ahol minden készen állt, az 2021 márciusában volt. Ez azt jelentette, hogy itt már tényleg csak minden rajtam múlott. Szóval nekivágtam, és április elejére hivatalosan is beidőzítettem az első rész premierét. A megjelenéseket havi szintre terveztem, tehát akkor előre láthatólag augusztusra ért volna véget a sorozat. És ez így is történt. Az egyik legkomolyabb évadunk volt, az egyik remélhetőleg legsikeresebb évadunk is. Ez volt a legnehezebb, de egyben legjobb évad is szerintem. A minőségbeli változás az szinte látható, és mi is örültünk annak, hogy ennyit tudtunk lépni, Krisznek köszönhetően természetesen. A szinkron színészek egytől egyig kiváló munkát végeztek, és nem csak ebben az évadban, de negyedikben is. És meg szeretném nekik köszönni, hogy itt voltak, most is, itt is, és hogy ilyen remek munkát tettek az asztalra. Mind munkaügyileg, mind szereplőkkel való interakciók terén, minden téren tarolt szerintem ez az évad. Annyira jó érzés volt végre látni az egésznek a végét, tudván, hogy mennyi minden van mögötte. Tényleg, ez egy hihetetlen évad volt számunkra, és amikor rajzáltuk Martinnal, hogy baszki, hát sikerült megírnunk az utolsó szöveget, meg az utolsó forgatókönyv rész, és végre megvan. Aztán később, amikor már azt láttuk, hogy kezd összeállni minden, Krisz is megcsinálta az összes jelenetet, és Martin már csak pár jelenettel van, hogy befejezze az egész évadot, és így rözzeláltuk, hogy bazd meg, mennyi időbe is telt ez nekünk megcsinálni? Évek óta ezzel a sorozattal foglalkozunk, és bazd meg kész van, és így hihetetlen, hogy ennyi minden történt, és ennyi idő eltelt, és végre megvan. Szerintem egy remek lezárást élt meg a sorozat, nem feltétlen egy happy ending, de hát az eredeti történet sem volt sohasem egy tündérmese. 4 évvel ezelőtt, amikor leültem a Dual Core processzoros gépem elé felvenni a beépített Windows felvevővel egy Five Nights at Freddy's éjszakát, majd ezt a felvételt feltöltöttem és újra letöltöttem, mivel a Sony Vegas nem ette meg az eredeti formátumban az anyagot, nem gondoltam volna, hogy egyszer elmondhatom azt, hogy egy nagy sorozatot zárok le éppen. Egy korszak lezárul, és nem csak a FNAF sorozattal, hanem magával a paródia gameplay sorozattal is. Ezeknek a videóknak az elkészítése több macerával járt, mint azt bemerem vallani. De a későbbi videóban sem volt könnyebb a dolgom, viszont szerencsére már nem a technika dolgozott ellenem. Eleinte nem így terveztem, hogy ez egy komplett történettel rendelkező sorozat lesz tehetséges szinkron szereplőkkel. Ez a sorozat szerintem mindannyiunknak egy meglepetés volt ebből a szempontból. Az elején, amilyen népszerűvé vált ez a széria, egyszerűen nem akartam, hogy megragadjon tartalom szinten ugyanott. Szóval elkezdtem írni a történetet, több embert is bevontam, és valami olyat sikerült kihoznunk ebből, amire lehet azt mondani, hogy szép munka. Végszóként azt szeretném mondani, hogy még egyszer meg szeretném köszönni a lehetőséget, hogy részt vettem ebbe az egész sorozatba. Azt, hogy Martin bizalma szavazott és a történetírásban is segítettem, és hogy milyen különleges dolgot tudtunk összehozni, ami szerintem Magyarországon elég egyedi, és nem nagyon csinált még senki hasonló ilyet, legalábbis én így gondolom. Azt, hogy embereket motiváltunk, hogy hasonlót csináljon, mert jó pár olyan üzenetet is kapott Martin, hogy ők elkezdték a saját történetüket FNAF-ban vagy más játékban esetleg, és ez szerintem tök jó dolog. Az, hogy a nézők kitartottak és vártak az új részeket és az évadokat, az, hogy a bizalmukat továbbra is nekünk szavazták és kivárták a sorukat, még akkor is, hogyha 72 ezerszel megkérdezték, hogy mikor jön a FNAF 4-ből feldolgozás, vagy hogy mikor jön az új rész, amitől én picit agyrákot kaptam, és Martin kezé kellett Photoshopban kártyákat csinálni, megválaszolni ezeket a kérdéseket, de még ettől függetlenül is érkeztek kommentek, hogy mikor jön az új FNAF rész, de a nézőknek köszönjük a legjobban, hogy itt voltak, de amit én mindenképpen ki akarok emelni, a szinkron színészek és Krisznek is a munkáját, meg Gerinek is a munkáján kívül, talán a legfontosabb ember az egész évadban és az egész projektben az nem más volt, mint Martin. Mert nélkül ez biztosan nem olyan lett volna, ahogy elképzeltük volna, és ha Martin nem vesz magán erőt és bele is tett mindent, akkor ilyen végeredményt tudtunk így végrehozni, és tudott ő is csinálni. Az, hogy a videókat akár éjszakában menően is megcsinálta, tényleg nagyszerű így hallani tőle, meg
beszéltünk is róla, de tényleg ő rengeteg mindent csinált azért az egészért egyértelműen, és én nagyon örülök neki, hogy bele tudtam együtt dolgozni, hogy egy ilyen kaliberű emberre tudtam együtt dolgozni. Engem is motivált, hogy próbáljak igényesebb lenni, és akár egy ilyen történetszállat is belevinni az én csatornámba, ami nem tartott túl sokáig, legfőképpen azért, mert nem tudtam hogyan kezelni, meg ami miatt én csináltam, az vége szakadt szerencsére, és úgy gondoltam, hogy már nincs szükségem erre a dologra, hogy kifejezzem magamat, de nekem is adott motivációt is. Ahogy hallottam, Martin is mesélt arról, hogy a sorozat valamilyen szinten megszeretette vele ezt a direktori szerepkört is, tehát hogy meg a vágással is így jobban meg tudok barátkozni, szóval jó volt ezt hallani. Számomra ez a projekt egy ilyen szeretem is, meg nem is szituáció volt mindig is. Amikor kezdett repetitívvé válni az egész, amikor bármi másba vágtam és csak a FNAF-ot hallottam vissza a közönségtől, vagy nulla kedvel tudtam, hogy folytatnom kell, akkor nem volt a kedvenc időtöltésem a projekt. És ez szerintem érthető is. Viszont amikor elkezdtünk közösen ötletelni a történeten, beszélgettünk a szereplőkkel, együtt néztük a premiért, olvasgattuk a véleményeket, akkor képtelenség lett volna nem azt mondani, hogy ez az eddigi legnagyobb és legjobb projektje a csatornának. Sok év, sok munka van benne, voltak jobb és rosszabb pillanatai is, de rengeteg jót hozott magával ez a sorozat. Olyan tartalomgyártókkal ismerkedhettem meg és dolgozhattam együtt, akikkel más esetben nem is biztos, hogy összefutottam volna az interneteken. Belekóstolhattam abba, hogy milyen közösen dolgozni egy nagy projekten, vezetni egy nagy projektet. Összességében ez a sorozat sok szempontból is sokat jelent számomra. Hát nem tudom, hogy milyen gyakori lesz majd az a kérdés a jövőben, de jó pár ember már előre megkérdezte, amikor megtudták, hogy ez az utolsó évad, hogy majd lesz-e még valami ezután, tehát hogy valami ilyesmi lesz a jövőben. Hogy lesz-e még hasonló projekt a jövőben? Nos, ez talán a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni ezek után. Nem tudom, képes lennék-e újra egy ilyen kaliberű projekt létrehozására, elvégre, amikor ezt is elkezdtem, ötletem sem volt, hogy mibe vágok bele. Lehet legközelebb is így lesz. De lehet, hogy megfontoltabban és ügyesebben kezdek, vagy kezdünk bele a következő nagy dologba. Hogy mi lesz az még, jelenleg nem tudom. Beszélgettünk erről Martinról, de nem nagy mértékben. Én őszinte leszek veletek, egyelőre még nem tudtunk újra jutni, hogy akarunk-e ilyesmit csinálni, és igen, miből. Mert valami olyasmit akarunk, ami... Ha lesz is ilyen, akkor valami olyasmiből, amit szeretünk is csinálni, vagy hogy nézni, vagy játszani, vagy valami. Nem egy olyan dolog, amitől már borsózik a hátam, mint a FNAF-tól is amúgy. De hát nekem legalábbis a vége fele már nem én kezdtem megszeretni, érdekes módon, úgyhogy az elején utalhatom, mindegy. De igen, szóval így, ha találunk egy olyan dolgot, akkor talán, de belegondolom, hogy mennyi meló van benne, akkor eléggé komolyan előkészülünk ezekre a dolgokra. De egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Az, hogy FNAF-ból lesz valami hasonló, mondjuk az Ultimate Custom Night-ból, felesleges, megmondom őszintén, mert nem lehet abból olyan dolgot kihozni, mint mondjuk ebből tettük. Egyelőre örülök, hogy sikerült lezárnom ezt a projektet, és magam mögött tudom végre hagyni nyugodt szívvel. Még nekem is fel kell dolgoznom majd ennek a sorozatnak a hiányát. Itt gondolok most a FNAF és a Parodia Gameplay sorozatra is. Szóval egy kis idő mindenképp kelleni fog ennek az űrnek a betöltésére. Addig is menni fog a megszokott téma a csatornán. Ha pedig ismét valami nagy projekt érkezik, tudni fogtok róla. Vagy lehet, hogy nem, és úgy fog kezdődni, mint ez a sorozat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgathatok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget még egyszer Martinnak. És remélem tetszett nektek ez az egész. Kövessétek Martint, kövessétek engem is, például is külön nézettség, és hát találkozunk legközelebb. Nem tudom mikor, nem tudom, hogy hol, de mindenképpen fogunk majd találkozni. Kövessétek tovább a videókat, és találkozunk legközelebb. Legyetek jók, sziasztok! Addig is köszönjük szépen a figyelmeteket és a rajongásotokat a széria iránt. Legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok!